2022-ben is várták vissza a gyakorlott véradókat és azokat is, akik még csak gondolkoztak azon, hogy csatlakozzanak a magyar véradók táborához. A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős, és testsúlya eléri az 50 kg-ot. Felső súlyhatár 140 kg. Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie, ugyanis ennyi időre van szükség a szervezetünknek, hogy regenerálódjon. A Bicskei Polgármesteri Hivatal aulájában február 8-án került sor a véradásra. Az év első véradása, mik a tapasztalataitok? Hát először is köszöntöm a nézőinket, sok-sok szeretettel. Mik a tapasztalatok? Hát sajnos a tapasztalatok az, ami országszerte van. Nagyon sok ember beteg, megfertőződött, és a fertőzés után 21 napig nem adhat vért. Ez látszik minden területen, hogy a véradószám egy picit csökken. Nagyon fontos lenne, hogy ilyenkor is az emberek úgy gondolják, hogy adjanak vért, mert a műtétek, a vérképzőszerű beteg embereknek az egyetlen orvosság az, hogy vért kapjanak, és ezért rengeteg telefont és segítségkérő üzenetet kapok arra vonatkozólag, hogy akkor tudják vállalni a műtétet, hogyha megfelelő vérkészítmény áll a műteni váró háta mögött a polcon. Ezért a véradásainkban általában elég sok irányított vért szervezünk a kórházakba. Úgyhogy én most megint megkérek mindenkit, aki egészséges és segíteni szeretne, jöjjön és adjon vért. Bicskén 4 alkalommal lesz ebben az évben, most február 8-án az első, és 3 havonta szervezzük, de én ezt próbálom elég időben és megfelelően kommunikálni mindenféle hírcsatornán, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy segíteni szeretne. A véradó események legnagyobb hazai szervezője arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a véradás az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb módja a segítségnyújtásnak. A bicskei véradáson 63 fő nyújtotta a kezét.